A vidék került előtérbe idén a belföldi turizmusban. A nagyvárosok helyett sokan választották úti célként a kisebb településeket. Erről is szó lesz mai adásunkban, és hogy még mivel jövünk, mutatjuk rögtön. Köszöntöm Önöket! Szigorítás, újabb korlátozások lépnek életbe a héten. Cél a foglalkoztatás bővítése, fókuszban a pályakezdők és az alacsony iskolai végzettségűek. A home office veszélyei, sokan tapasztalják a kiégés tüneteit, de van mit tenni ellene. Tarolt a belföldi turizmus, idén a magánszálláshelyek voltak a legkeresettebbek. Szigorú korlátozó intézkedéseket jelentett be hétfő délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök. Amennyiben az országgyűlés is megszavazza, keddé féltől bővül a kijárási korlátozás időtartama. Visszatér a digitális oktatás a középiskolákban. A szállodákat és az éttermeket, továbbá a sportot, az esküvőket és a temetéseket is érintik a korlátozások. Mutatjuk Orbán Viktor teljes bejelentését. A járvány Európában továbbra is felszálló ágban van. A járvány kezdete óta Magyarországon 109 ezeren, Európában 8 milliónyian betegedtek meg. Tapasztalataink szerint a járvány lefolyása Magyarországon 1-2 hét késéssel követi az ausztriait. A kórházakat ugyan felszereltük, és minden rendelkezésre áll, ágy, lélegeztetőgép, maszk, védőfelszerelések. Az orvosaink és az ápolónőink is emberfeletti munkát végeznek, de ők is emberek, és számuk véges. Ráadásul a vakcina megérkezéséig még több hét van hátra. Ha ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, akkor az orvosaink és az ápolónőink, vagyis a kórházaink nem tudnak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel. Ezért ezt a terhet, vagyis a megbetegedések számát csökkentenünk kell, a maszkviselés önmagában már nem lassít eléggé. Ezért a járvány terjedését korlátozó intézkedéseket kell bevezetni. Az országgyűlés holnap 90 napra megadja a kormány számára a rendkívüli főhatalmazást, az operatív törzs ezért a helyzetet áttekintette és már javaslatokat is tett. Ha az országgyűlés valóban megadja a felhatalmazást, és a parlamenti képviselők megszavazzák az előterjesztést, akkor kedd éjféltől Ausztriához hasonló intézkedéseket vezetünk be. Ezek a következők. Este 8 óra és hajnal 5 óra között kijárási tilalom lesz. 8 órára mindenkinek haza kell érnie, felmentés csak a munkába, és a munkából hazajárás, illetve rendkívüli esetekben lehetséges. Minden gyülekezés tilos. Az éttermek bezárnak. Csak házhoz szállítás lehetséges, az üzemi étkezdék azonban nyitva tarthatnak. Az üzletek és a fodrászatok és az egyéb kisipari szolgáltatók este 19 órakor bezárnak. A szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatnak, turistákat pedig nem. Általános rendezvény tilalom lép életbe. Családi összejöveteleken, magánrendezvényeken legfeljebb 10 vehetnek részt. Esküvők csak lakodalom nélkül lehetségesek, az egyházi, illetve a polgári szertartáson a szertartáshoz szükséges személyek, a tanúk, a szülők és a testvérek vehetnek részt. A temetéseken sajnos legfeljebb csak 50 fő vehet részt. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megrendezni. Szabad téren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatsport tilos. A szabadidős létesítményeket, fitnessterem, fedett uszoda, múzeumok, színházak, állatkertek zárva kell tartani. A felsőoktatás csak online formában működhet, és a kollégiumokat, a felsőoktatási kollégiumokat is be kell zárni. A középiskolákban 8. osztály fölött digitális oktatás lép életbe. Bölcsödék, óvodák és általános iskolák a 14 év alattiak számára nyitva maradnak. A kórházi dolgozókat, az iskolai tanárokat és az óvónőket és a bölcsödei dolgozókat hetente célzottan tesztelni kell, akkor is, és ezt őszintén meg kell mondanom, ha tudjuk, hogy a gyors teszt csak 50-60
60%-os biztonságot ad. A kamara javaslatára, a kereskedelmi és iparkamara javaslatára a szállodáknál a zárás utáni első 30 napban a november 8-áig történt foglalásokat, illetve azok 80%-át az állam megtéríti. Ennek föltétele, hogy a munkavállalót ne bocsássák el, és a munkavállalók megkapják a fizetésüket. Az éttermeknek és a szabadidős létesítményeknek a dolgozóik után erre a 30 napra nem kell járulékot fizetni. És az állam a munkavállalók bérének a felét megtéríti. Ennek föltétele, hogy a munkavállalót ne bocsássák el, és a munkavállalók megkapják a fizetésüket. Ezeket az intézkedéseket, ezeket a korlátozó intézkedéseket most 30 napra vezetjük be. Szükség esetén, adja Isten, hogy ne legyen rá szükség, meghosszabbíthatjuk. Az intézkedések kedd éjféltől, vagyis szerda 00 órától lépnek majd hatályba. Tudom, mindannyian tudjuk, hogy nem lesz könnyű. A következő hetek nehezek lesznek. De a vakcina már belátható távolságban van. Addig kell kibírni. De addig is vigyáznunk kell a veszélyeztetett, a különösen veszélyeztetett honfitársainkra. Vigyáznunk kell az idősekre, a betegekre, és be kell tartanunk a szabályokat. Vigyázzunk egymásra. Ha összefogunk, együtt újra sikerülni fog. Közel 4,5 millióan dolgoznak ma Magyarországon. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár néhány nappal ezelőtt Kisvárdán a Mastergood épülő munkás hoteleinek megtekintését követően arról beszélt, a kormány a koronavírus járvány idején is arra törekszik, hogy támogassa a pályakezdőket és az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők elhelyezkedését. A Mastergood Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legnagyobb foglalkoztatójának számít, az elmúlt években pedig folyamatosan növekedett a cég. Amíg 2010-ben még 886 munkavállalót alkalmaztak és 22 milliárd forintos éves árbevételt könyveltek el, tavaly ez már 1922 embert és közel 100 milliárdos forgalmat jelentett. A legújabb projekt két munkás apartman építése. Ennek köszönhetően Nyírkarászon és Szabolcsbákán egyaránt több mint 80 dolgozó lakhatása lesz biztosított az üzem 20 kilométeres körzetében. Elég magasra emeltük a lécet, elsősorban a saját értékrendünk és egy jó felfogott érdekünk alapján. Amikor elhangzik ez a szó, hogy munkásszálló, akkor 4-6-10 ágyas, vaságyas szobákat kicsit sötét vagy rosszul bevilágított tereket gondol az ember. 21. századba beléptünk, azt gondolom, hogy ebben az értelemben tisztába kell lenni azzal, hogy az emberek a lakhatással, az életkörülményekkel kapcsolatos minőségi elvárása is megváltozott. És ha mi hangsúlyozottan minőségi munkaerőt akarunk ide csábítani, akkor nekünk nem lehet egy foci hasonlattal élve agyonmosott mezeket adni a játékosoknak, hanem új szerelés kell. Hát ez a munkás apartman szállás vagy hotel, ez ezt a célt valósítja meg. 2, maximum 3 ágyas apartmanokban fognak lakni a munkavállalóink, nagy közösségi terekben, önálló főzési, ételtárolási, szórakozási lehetőségekkel, sőt úgy választottuk ki a helyszínt, hogy közel 1 hektáros megművelhető kert terület is tartozik a apartmanszállóhoz, úgyhogy egy-egy család, mert családokat is várunk ide, vagy egy-egy közösség fölfoghat akár 2-3-400 négyzetméter területet, és veteményezhet, zöldséget nevelhet, és elkezdhet olyan életet élni, amelyet egyébként azt gondolom, hogy társadalmi és gazdasági szükségletei megkívánnak. A nyírkarászi és szabolcsbákai szálló összesen több mint 600 millió forintból jön létre, melyet mintegy 260 millió forinttal támogat az állam. Jó néhány évvel korábban indult ez a program, amikor első körben önkormányzatok számára biztosítottuk ezt a lehetőséget. Sok önkormányzat, több önkormányzat élt vele,
Több esetben elhagyott ingatlanok, sok esetben honvédségi ingatlanok voltak azok, amelyeket átalakítottak, és ezekből alakultak ki az úgynevezett munkásszállók. A munkásszálló építésének a történetét az önkormányzatok után kiterjesztettük az önkormányzati cégekre is, hiszen onnan is jelentős igény érkezett, de még inkább azokra a vállalkozásokra, akik azt mondták, hogy ők úgy tudják stabilan biztosítani a munkaerő utánpótlást, hogyha ebbe a programba bekapcsolódnak, olyan minőségű szállásokat biztosítanak, hogy a munkavállalónak tartósan van kedve ott maradni annál a cégnél. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár a kisvárdai eseményen részletesen beszélt Magyarország és a keleti régió munkaerőpiaci adatairól is. A legfrissebb hírek szerint közel 4,5 millióan dolgoznak ma Magyarországon, ez 4 millió 483 ezer ember. Néhány napja jelent meg ez az információ, és ez mindenképpen egy stabilitásra utaló számadat. Amikor 2010-ben megtörtént a kormányváltás, ez olyan közel 800 ezer emberrel kevesebb volt. Az is látható, hogy a munkanélküliségi rátát, munkanélküliség adatokat is figyelnünk kell, és figyeljük is, és a tegnap esti adatok szerint a regisztrált álláskeresők száma az 300 ezer főre csökkent. A vírus legnehezebb napjaiban ez 380 ezer fő fölött volt egy kicsivel, tehát van egy jelentős visszarendeződés, még úgy is, hogy látható, hogy a második hullámnak is vannak nehézségei, bizonyos ágazatokat ez nagyon nehéz helyzetbe is hoz. Mi újság a megyében? Arról tudok tájékoztatást adni, hogy a 2010-es adatokhoz képest, amikor 180 ezer, 190 ezer fő között dolgoztak mindösszesen, most ez a létszám 235 ezer fölött van, vagyis a foglalkoztatási ráta 64%-ra növekedett a korábbi 47-ről. Nagyon lényeges adat, hogy ezeknek a munkavállalóknak közel 90% egyébként alapvetően a versenyszférában tevékenykedik. Ezek az általános mutatószámok a munkaerőpiacon, de mindig érdemes mögé nézni, hogy vajon ezek a főszámok mit akarnak. Mit akarnak mondjuk területi bontásban, mit akarnak mondjuk életkor szerinti, iskolai végzettség szerinti bontásban. Azt tudom mondani, hogy életkor szerint a legnehezebb helyzetben a 25 év alatti fiatalok vannak, iskolai végzettség szempontjából azok, akik 8 általánossal vagy még azzal sem rendelkeznek, és területi kiegyenlítés szempontjából pedig Észak-Magyarország, Kelet-Magyarország a legnehezebben legnehezebb számadatokkal bíró terület. A koronavírus járvány a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási adatokat is érzékenyen érintette, a friss számokban azonban már az évelei mutatók köszönnek vissza. A regisztrált álláskeresők száma a megyei mutatók tekintetében javul. Ugye januárban kezdtük egy 25.500 fővel, amely februárban 27.000-re emelkedett, és utána a vírushelyzet első hulláma miatt júniusi csúcs hónapban ez 34.535 is volt. A gazdaságvédelmi akcióterv keretében azonban olyan munkahely védelmi és munkahely teremtő eszközöket alkalmaztunk, amelyek útján sikerült ezt a számot csökkenteni. Jelenleg a megyében a regisztrált álláskeresők száma 26.680, tehát megközelítette a februári-januári adatokat. A cél továbbra is az, hogy minél többen dolgozzanak, és a pályakezdők, valamint az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők számára is bővüljenek a lehetőségek. A 25 évi fiatalokat foglalkoztató munkaadóknak a kormányzat most is támogatást nyújt, nevezetesen 50%-os bértámogatás, havi 100 ezer forint, ami azt jelenti, hogy 5 hónapon keresztül közel 500 000 forintot tudunk adni azoknak a cégeknek, akik ilyen munkavállalót foglalkoztatnak ebből a korosztályból, ez nyilván fejenként értendő. A másik csoport a alacsonyabb iskolai végzettségűek. Látható, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók nála munkanélküliség ráta olyan 1,6-1,8%. A középfokú végzettségük esetében ez 4,4, vagyis ott az országos átlag körül van. De az alacsonyabb iskolai végzettségűek esetében, 8 általános vagy még lejjebb, ez pedig több mint 10%. Ez nagyon-nagyon nagy különbség. Ezért aztán ezt a támogatási programot, amiről az előbb szóltam, kiterjesztettük és kiterjesztjük folyamatosan az alacsony végzettségűekre is, hiszen látható, hogy nekik sokkal inkább segítségre van szükségük annak érdekében, hogy el tudjanak helyezkedni.
Fontos, hogy komolyan vegyük a kiégés tüneteit, mivel azok hosszú távon a depresszióhoz hasonlóan komolyabb egészségügyi gondokat okozhatnak. Sokat tehetünk a probléma kialakulása ellen, ha odafigyelünk magunkra és jut időnk a pihenésre. Ha pedig már észleljük a burnout szindróma jeleit, a különféle terápiák mellett az interneten is találhatunk segítséget. Rengetegen dolgoztak otthonról tavasszal a koronavírus járvány első hulláma idején, és most a fertőzöttek számának újbóli emelkedése miatt ismét egyre többen állnak át a home office-ra. Miközben sokan kényelmesnek tartják, hogy nem kell kimozdulniuk lakásukból, úgy végezhetik munkájukat, ennek a formának is vannak hátulütői. A tömeges home office idején a rezsiköltségek megemelkedése mellett megszaporodott a kiégéssel küszködő munkavállalók száma. Egy nemzetközi felmérés szerint az otthonról dolgozók mintegy 70%-a tapasztalta magán ennek tüneteit, írja cikkében a Pénzcentrum. Alig egy évtizeddel ezelőtt a kiégés még csak homályos pszichológiai fogalom volt, amelyről inkább csak tudományos szaklapok számoltak be, mint újságcikkek. Ám az utóbbi években a jelenség riasztó gyorsasággal terjedt el, ma már az Egészségügyi Világszervezet is betegségként ismeri el. A másik nevén burnout szindróma egy komplex jelenség, ami ismétlődő érzelmi stresszhez kötődik és a mentális és érzelmi kimerülés állapotához vezethet. Összefonódik a reménytelenség az inkompetenciázésével, adott esetben céltalanná válik az illető, az ideájai, az értékrendje felborul, eltűnnek, és gyakorlatilag a saját személyre és munkára vonatkozóan egyfajta kiégettség alakul ki. Hogyan létre maga a folyamat? Gyakorlatilag azért ennek az irodalom, a szakirodalomban több megközelítése van. Van, aki azt mondja, hogy 4 stádiumra épül maga a folyamat. Az egyik az, amikor igazából még az ember még nincs benne ebbe az időszakba, és úgy gondolja, hogy egyfajta megfelelő erővel túl tud lenni valamin, és akkor egyfajta inkább egy túlzott bizonyítás, nagy lelkesedés, és egyfajta intenzívebb fáradozás alakul ki. A második fázis az, amikor a realizmus fázisa van, akkor felismeri az illető, hogy bizony vannak korlátok. A harmadik az igazi, amikor tulajdonképpen már a kiábrándulás fázisába kerül, és a teljesítőképesség, az érdeklődés és a nyitottság is csökken. A negyedik fázis az a frusztráció, és az ötödik az apátia fázisa. Na most itt a home office kapcsán ugye nagyon fontos látnunk azt, hogy eleve egy bezárt, minden szegényebb környezet tud kialakulni akkor, hogyha az illető mondjuk úgy, hogy nem rendelkezik több kompetenciával. Mit jelent ebben az esetben a kompetencia? Olyan fajta alcélrendszerek, amely különböző szerepeinkhez kötődik. Mert ugye a home office-ban, ha valaki otthon van, akkor ugye azt mondjuk, hogy egyrészt ott van egy olyan helyzet például, hogy otthonról kell dolgoznom, kevesebb az inger. De senki nem tiltja meg azt, hogy közben egyébként, ha eldöntöm, akkor mi tájékozódjak például az olasz konyha kultúrájában. Tehát, hogy elindítsak egy újfajta dolgot, egy újfajta célt is. Tehát akkor, hogyha valaki célvesztetté válik bizonyos szerepeket, vagy mondjuk úgy, hogy kompetenciákat illetően, vagy az a stagnáló, stereotíp, ismétlődő helyzet jön létre, akkor gyakorlatilag elborul az a fajta öröm, az a fajta változatosság érzés, ami a mindennapok során egyfajta benzinkutat, vagy mentális benzinkutat jelenthetne. A pszichiáter hozzátette, a burnout szindróma szorongás és depresszió között helyezkedik el a tüneteket illetően. Az érintetteknél hangulati változás, érdektelenség, türelmetlenség jelentkezhet. Az ítélő, koncentrációs és döntéshozó képesség is megváltozhat, amit az emberi kapcsolatok is megszenvedhetnek. Ilyen fordulhatnak. Gyakorlatilag a legfontosabb az, hogy maga ez a folyamat, a környezet, vagy önmagán észlelő valaki azt, hogy egyre inkább az, ami régebben örömet adott, gyakorlatilag már semmit nem ad, semmi lehet egyfajta örömérzést, akkor fontos tudnunk azt, hogy ekkor mindenképpen, hát a mai helyzetben ugye nem könnyű orvosi segítséget kapni, de nyilván azért nem is lehetetlen. De mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon sok olyan jó irodalom van, és nagyon sok olyan jó elérhető felület, online módon is, ahol segítséget lehet kapni, megfelelő technikákat azzal kapcsolatosan, hogy
hogyan tudjam fenntartani magamban az életkedvet, a reményt. Mi az ilyenkor inputokat érdemes, hogy így mondjam, az inputok az azt jelenti, ami rám hat, az ugye vagy pozitív, vagy semleges, vagy negatív. Érdemes megnézni azt, hogy milyen olyan inputjaim vannak, amelyek feltöltenek, amelyek jó érzést adnak. És ebben az esetben igenis meg kell egy picit azt mondanám, hogy az inputokat restrukturálni csúnya szóval, tehát a rámható információkat, a rámható külső hatásokat érdemes átnézni, vagy egy baráti segítség is nagyon sokat jelent elbeszélgetni arról, hogy úgy érzem, hogy nincs kedvem a dolgokhoz. Nagyon sokszor egyfajta introvertált állapot alakul ki, nem szívesen mozdul ki, nem szívesen megy, akár egy sétára. Nagyon sokat jelent egyébként maga a mozgás is, ha már itt tartunk, mert az is, hogyha valaki például egy fél óra, 40 percet mozog, olyan anyagok szabadulnak föl az izomban, ezeket irigénnek, mert napjában így hívja, ami például közvetlenül az agyra is hat, és ezáltal teljesen másfajta működést tud. Tehát mondjuk úgy, hogy a szorongás, vagy pedig a burnout, a depresszió ellen hat. És ettől nyilvánvalóan egészen más, hogy mondjam, előre tud kapni. A főorvos szerint a kiegyensúlyozott magánélet mellett fontos a pihenés és a relaxáció is. De a kiégés orvoslása több annál, mint hogy kialusszuk magunkat. A mozgás, az inputok, tehát azoknak az dolgoknak a átstruktúrálása, kiválasztása, amely pozitív érzéseket indítanak bennünk. Az étkezésre is nagyon szeretném, hogyha egyfajta hangsúlyt tudnánk fektetni. Ilyenkor nagyon fontos, hogy olyan ételeket igyekezzünk enni, amelyeknek a lebontása, hogy mondjam, nem energiát igényel, tehát nevezzük, hogy nem lelassít minket, nem altat típusú ételek. Biztosan nézők, hallgatók már ilyet tapasztaltak, hogy olyat fogyasztanak, akkor van, ami után frissebbek tudnak lenni, és van, ami után például sokkal mondjuk úgy, hogy be kell aludni, pihenni kell. Tehát ilyenkor ezt is érdemes egy picit átgondolni, átalakítani. Tehát valóban az egyik oldalon az, hogy igen, magunkra minden olyan dolog, ami arról szólhat, hogy energiaszint csökkenés, tehát kiégés jelei, az valahol arról szól, hogy egy üzenet. Üzenet az, hogy ha és amennyiben nem változtatunk semmit, akkor valószínűleg annak nem lesz más eredménye. Érdemes egy picit lassítani, érdemes egy picit átgondolni, akár jegyzetelve is, hogy mi az, amiben mi magunkra figyelünk. Például mennyi óra az, amikor tényleg a hetünkből arról szól, hogy azzal foglalkozunk, azzal törődünk, ami számunkra pozitív. Lehet, hogy ez 168-8 óra, de az már egy nagyon jó eredmény, de nagyon sok esetben azt is tapasztalhatjuk, hogy pont egyfajta szeretmegfelelési kényszer van kifelé, de a saját magunkra való foglalkozás kicsi mértékű, és ezáltal ez a feltöltődési komponens is elmarad. A probléma kezelésére sokféle módszer létezik. Luxus elvonulások, különféle rehabilitációs programok, online tanfolyamok. Közös bennük, hogy általában véve valamiféle kognitív terápiát foglalnak magukba, melynek célja, hogy az emberek produktív módon alakítsák át tapasztalataikat. Nagyon-nagyon jó terápiás áttekintések vannak, rövid dinamikus terápiák, és érdemes egyébként online is akár egy pszichológus megkérdezni ezzel kapcsolatosan, de például magunktól is megkérdezhetünk dolgokat, természetesen, hogy mi az a dolog, amit teszünk a saját egészségünkért, hogyan gondozzuk magunkban a rendességet, milyen problémákat tartunk folyamatosan a kezünkbe, vagy cipelünk magunkkal, vagy képesek vagyunk-e letenni a dolgot, és ha nem vagyunk képesek, akkor miért nem vagyunk képesek? Tehát vannak mondjuk úgy, hogy még előző lépések is a kognitív terápia előtt, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy ha ezt egy picit szeretnénk hangsúlyozni, hogy alapvetően a depressziótól igenis fontos, hogy elszemítsük. És ezért egyfajta differenciál diagnosztikai kérdéssorokat is mindenképpen javasolhatok, amelyeket interneten is meg lehet találni, különböző teszteket, egy kicsit az ember saját magával tisztában legyen. De például a pszichológiai immunrendszer áttekintése az azért lényeges, mert ugyan a nézők közül gondolom nagyon sokan tájékozottak abban, hogyha például nagyon-nagyon kifáradunk, energiátlanok vagyunk,
adott esetben depressziósak, és nevezzük ezt úgy, hogy egy olyan állapot jön létre, amikor is túlterhelt helyzetbe kerülünk, akkor arra föl szeretném hívni a figyelmet, hogy sajnos az immunrendszer védekező képessége, például egy stressz helyzetben, egy félelem helyzetben, egy burnout helyzetben nagy mértékben le tud csökkenni. És ha ekkor jön egyfajta támadó ágens, és azért fontos a ma erről beszélnünk, sokkal-sokkal könnyebben tud megtapadni, hogy így mondjam, sokkal könnyebben tud elindulni. Ezért van jelentőség annak, hogy ezzel a kérdéssel ilyenkor foglalkozunk, mert egy kitárat, mondjuk kiégett, és akár szorongásban, félelemben érő ember esetében bizony az immunrendszer védekező képessége akár 90%-kal is csökkenhet. Nem 90%-ra, hanem 90%-kal. Ezért nagyon sarkalatos kérdés, hogy ilyen helyzetben különösen figyeljünk arra, hogy kivel osztjuk meg a dolgainkat, kivel osztjuk meg a gondjainkat, kivel beszélünk, aztán nem is tudunk találkozni fizikailag, mi feltétlenül, de attól még más formában. Valóban milyen hobbit tudunk találni, és hogy milyen olyan célrendszereket, amelyel talán egy kicsit azt mondanám, nagyon egyszerűen a reménységet tudjuk magunkba gondozni, és nem egy sztereotíp, éppen csak ilyettől minden napot állapot alakul ki. A munkáltatók érdeke is, hogy a krónikus stressz miatt ne essenek ki a dolgozók a munkából, és ne csökkent teljesítményre legyenek csak képesek. Közel 150 ezer érdeklődőt fogadtak a műemlékkastélyok és várak idén szeptember végéig. A legkeresettebb úti cél összességében mégis a Balaton volt, ennek népszerűsége évek óta töretlen. Az előző évek gyakorlataival ellentétben azonban idén-nyáron elsősorban a magánszállás helyeket keresték a magyarok, nem pedig a nagy szállodákat. A magyar tengernél jelentősen emelkedtek is az átlagárak, Balatonvilágosan például 50%-kal. A 2020-as turisztikai szezon kastély látogató számainak adatai meghaladták a várakozásokat, annak ellenére is, hogy a járványügyi korlátozásoknak elegettéve jelentősen csökkenteni kellett az épületekbe egy időben beengedhető vendégek létszámát. Ezt Glázer Tamás, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója közölte az MTI-vel. Hozzátette, a hazai kastélyok, várak, műemlékek látogatószám rekordjai június óta folyamatosan dőlnek meg. Közel 50%-kal többen látogatták meg ezeket idén augusztusban, mint az előző év hasonló időszakában. A belföldi turizmus népszerűségét a nyíregyházi utazási irodák is érzékelték. Azt hiszem, hogy ezt az ország minden lakója át tudta érezni, látni, hogy az idén, ugye mivel a külföldi utazások több hónapra le lettek állítva, így csak nagyon kevesen tudtak utazni július-augusztusban külföldre, ezért a belföldi turizmus volt az, ami az idén vitte a pálmát, hiszen az emberek egyrészt ugye azért, mert nem utazhattak külföldre, másrészt ugye a saját félelmeik miatt ugye a koronavírus mindenkinek egy ismeretlen dolog volt, ezért inkább a belföldi szállás helyeket részesítették előnyben, és itthon maradtak nyaralni. Ugye a szokás szerint el lehetett mondani, az idén nyáron is azért mindenki hallotta már eddig is, és saját maga is érezte, hogy a Balaton az ugye évek óta viszi ugye a prímet a magyarországi nyári nyaralásokban, tehát ez az idén sem alakult másként. Ugye szerintem a Balatonra már jó előre ki lehetett rakni a megtelt táblát. Ugyanakkor, ami egy kicsit másként alakult az idei belföldi turizmusban, hogy amikor elindult a turizmus, akkor az emberek még inkább a magánszállásokat fogalták, de nem csak a Balatonon, hanem például itt a megyében is. Ugye a falusi házakat, apartmanokat, amikor ugye egy-egy család ugye önállóan tudott egy-egy szabadidős helyen időt eltölteni, és amikor egy kicsit úgy mindenki fellélegzett, hogy gondoltuk, hogy mégsem akkora a baj, ugye akkor kezdték el foglalni a nagyobb szállodákat, de azért az nagyon látszott, hogy az idén először mindenki a kisebb szállások felé mozdult el. Ugyanez vonatkozott a Velencei tóra is, vagy itt a környékünkön ugye a Tisza tóra. Tehát én azt gondolom, hogy a belföldi turizmus azokban a hónapokban, amikor működött a turizmus, azért kiemelkedően a vízparti településekhez
kapcsolódott most is, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy Budapest ugye a szállodák üresen kongtak, tehát nem sokan mentek el a fővárosba a fővárost meglátogatni, hanem inkább kisebb vidéki településeket részesítettek előnyben. Ugye azért el kell tudni azt is mondani, hogy a belföldi szállásokat ugye nem csak elsődlegesen utazási irodákon keresztül foglalják az emberek, hanem közvetlenül felveszik a szálláshelyen a kapcsolatot. Nálunk most is a Balaton volt az elsődleges, viszont inkább a kisebb jellegű szállodák, viszont volt, aki meg pont azt kereste, hogy ugyanolyan szolgáltatást, tehát mint egy all-inclusive szolgáltatást kapjon meg, mint korábban, amihez külföldön hozzászokott, és abból tudjuk nagyon jó, hogy az all-inclusive szállodákban Magyarországon itt nagyon kevés a kínálat, és a balatonparti szállások mellett még a hegyvidék az, ami az idén szerintem egy kicsit jelentősebb volt, és jobban megugrott, hogy nagyon sokan kerestek olyan területeken szálláshelyeket, ami inkább ilyen kiránduláshoz, túrázáshoz kapcsolódott. Tehát itt gondolok a Zemplénre, a Mátrára, Bükre, hogy nem feltétlenül ugye fürödni akartak, hanem inkább az, hogy a természetben kikapcsolódni, túrázni. Az egyik legnépszerűbb szálláskereső portálon a tavaly nyárihoz képest a Balatonnál 33%-kal nagyobb forgalmat és 5%-os átlagáremelkedést mutattak az aktív foglalások. Júniusban és júliusban a balatoni foglalások átlagára vendégenként napi 9150 forintra nőtt. A legdrágább település Balatonfüred, ahol fejenként 13000 forintért lehetett egy éjszakára szállást foglalni. Balatonvilágoson 50%-kal nőtt, Tapolcán 2%-kal csökkent, Balatonszárszón 8, Tihanyban 4, Badacsonyban 13%-kal emelkedett a foglalási átlagár. Egy elemzésből az is kiderült, hogy a legnépszerűbb szálláshely típusok az apartmanok voltak, ahol átlagosan 35000 forint értékben foglaltak a vendégek. Az adatok alapján 10-ből 7 foglalás 50000 forint alatti értékre szólt. A statisztikából látható, az árak nagyon másképp alakultak az ország különböző pontjain. Hogyha megnézzük itt Nyíregyházán a szálláshelyeket, azért most idén Nyíregyházán nem volt olyan túl kínálat, itt nem hallottam és nem is láttam, hogy emeltek volna árakat. Mi is, aki szállodáktól kértünk ajánlatot csoportok részére, nem volt nagy ármozgás, viszont ugyanakkor tudjuk nagyon jól, hogy a Balatonon pedig voltak olyan szálláshelyek, akik akár drasztikus emelést is hajtottak végre, pontosan azért, mert a kereslet kínálat függvénye ugye nyáron nagyon-nagyon megváltozott, és azért mi is belefutottunk abba, hogy amikor hozzánk bejöttek az érdeklődők, hogy szeretnének, mit tudom én, lemenni egy-egy balatonparti településre, nem nagyon tudtunk nekik szállást biztosítani, hiszen annyira telített volt az egész régió. És ugye ezt kihasználva voltak, akik ugye drasztikus áremelést alakítottak, kimondván, hogy így is el tudják adni a szálláshelyeket, de én azt gondolom, hogy azért nem ez volt az általános, és nem ez volt a jellemző. A Turisztikai Világtanács felmérése szerint, ha a koronavírus miatt bevezetett korlátozások most nem lennének érvényben, az észak-amerikai utazók 70%-a foglalna szállást idegen országban. Egy másik felmérés szerint, amely már Magyarországon készült, a 35 és 50 év közöttiek továbbra is szívesen utaznának belföldön. 10-ből 6 ember utazási kedvét a pandémia sem vette el, akár most csomagolnának. A turizmusban zajló trendeket és kilátásokat azonban jelentősen befolyásolják azok a kormányzati szigorítások, intézkedések, amelyeket hétfő jelentett be a miniszterelnök, és amelyek keddi félkor lépnek életbe, amennyiben az országgyűlés megszavazza azokat. A turizmussal szerdai adásunkban is foglalkozunk, méghozzá Tiszavasváriban a közeljövőben megvalósuló beruházások kapcsán. Emellett szó lesz aznap a gazdák fejlesztéseire fordítható agrártámogatásokról is. Érdemes lesz aznap is velünk tartani ugyanebben az időpontban. Mára köszönjük figyelmüket, további szép estét kívánunk, viszontlátásra!